Hello mindenkinek, én Sallai vagyok, és tudtátok, hogy a KFC-be lehet kapni két okos séket? Mi a fene? Az van, hogy ugye a Simon's Burgerben volt a két okos sék, megkóstoltam, és szerintem ilyen mandula íze van, aztán revealelték egy hónappal később, hogy nem mandulás, hanem popcorn ízű, nem lehetett kapni egész országban popcorn szirupot, amiből készül ez, és most pedig májusban bejelentette a KFC, hogy náluk van most már popcornos milkshake. Sőt, most már ilyen rágógumi ízű milkshake is van. Most ezeket jól meg fogjuk kóstolni, és néztem, hogy hékásom, álljunk csak meg egy szóra. Itt vannak pizzás twisterek is, szóval most berendeltem mind az öt vadonatúj pizzás twistert, amit lehet kapni a KFC-ben, és tudjátok, mire jöttem rá? Sokszor van az a dolog, hogy a házhasználatos cégeknél Wolton Foodorán drágább szokott lenni az étel, mint ha elmész személyesen. Na hát most kiderült, hogy a pizzás twisterek 40 forinttal olcsóbban vannak fent például a Wolton, mint ha helyszínen elmegyek. Helyszínen megyek 2090 forint, a Wolton 2050 forint. És hát most berendeltem 5-öt, ráadásul volt plusz hetek vannak, lejött egy csomó kedvezmény. Mi a fene? Olcsóbb lustának lenni, mint kimozdulni. Ritka pillanatok egyike. Na jó, ez nem lesz olyan, mint a kétokosség. Szóval a normál 3 decisség 950 forint. Szóval most látom, hogy ez nem szirupból van. Konkrétan mozis popcorn illata van, és ott vannak a kukoricadarabok. Iú, nem néz ki olyan incsiklandozóan. Hát akkor gyorsan megnézem a rágógumiset is, hát a dolgozók teliköpték rágóval. Amúgy fura ez a sék, de lehet, hogy csak 35 fok van odakint, és nagyon gyorsan megolvadt. Egi. Ez sokkal intenzívebben sós. Amúgy ez királyabb. Mármint, ha azt vesszük, hogy popcorn ízű shake-re vágysz, akkor ez sokkal popcornosabb. Mert van ebben ezek a ki nem pattogott popcorn darabok, ez elég érdekes. Itt a vaníliafagyi inkább ilyen vajas irányba viszi el. Egyszerre édes és sós. Na, ebben nem érzem azt mandulás jelleget, mint a zöld Simon's-os shake-ben. Mindenesetre jó, érdekes. Nézzük a bubblegum ízűt. Ott a kicsit félek, ezeknek mindig ilyen kamu íze van. Kamu rágó íze szokott lenni az ilyen szirupoknak, szörpöknek. Gyerekrágó. Vú, de nagyon gejlédes. Hát, amúgy a popcornos az ezerszer jobb. Nem az én ízvilágom. Jól esik, hogy hideg, mert megsülök. Vannak a sörökben, tudod, az ízesített sörök, amik, női sör. Na, ez a kislányos szirupos. Na, szóval itt van előttem ötféle pizzás twister. Négy sajtos, olasz sonkás, Hawaii, Diavola és Texas. Ezek mind-mind június eleje óta kaphatók. Hát most jött ki nemrég egy crunchis videóm, szóval ott is hasonló wrappeket kóstoltam. Na de várjatok, a tahin is ottani wrap ugyanennyibe kerül. Csak annyi különbség, hogy ez itt 206 gram, az olasz szalám is 255, van egy kis eltérés. A Hawaii 228, a Diavola 203, és a Texas 224. Szóval 200 és 250 gram közöttiek a súlyok, ellenben a crunch is 400-450 grammos 2000-3000 forint környéki wrappekkel. Szóval, hát nézzük a négy sajtosat. Hihetetlenül száraz. Tök jó, nagy a torti alap, meg minden, de alig van benne dolog. Kettő csirke csík van benne, és hát én elhiszem, hogy négy sajt, ha bár kettő különböző színű. Ez a lapka sajt került bele, valami reszelt sajt. Azt írja az applikáció, hogy sok sajtos. Ők írták rá, hogy négy sajtos. Hát ez így mind. Egy kis sajt, egy kis csirkemelcsík, vele cseszerintve egy torti alapba. Nincs benne semmi zöldség, semmi egyéb, és hát száraz. Galább sajtos szósz lehetne benne, de ez muszáj inni, séket. Na nézzük az olasz szalámisat. Nagyon érdekes, hogy itt az alja, ez tökéletesen be van csomagolva, a teteje meg ilyen, ez mi? Összeizélik így utólag. Innen kell kezdeni? Vagy innen kell kezdeni? Melyik oldalról kell kezdeni ezeket? Most innen eszem. Hoppá! Ebben van valami pizzaszósz. Itt látok valami zöld növényzetet. Két csirkecsík. Sajtszósz, egy kis pizzakrémmel. Ilyen pepperoni.
olasz kolbász. Biztos olasz, inkább vékony összehet pik. Rukkola. És ez ugyanannyiba kerül, mint a négy sajtos? Abban nem volt semmi. Hát ez sokkal jobb. KFC mércével nézve. Nyilvánvaló. Termék családon belül ez az olasz szalám is, ez ugye súlyba is láthattuk, hogy ez volt a leghúsosabb, legsúlyosabb, meg felsorolásra is, alapanyag szempontból is ebben van a legtöbb minden, ez éri meg a legjobban. És amúgy ez jó. Ez a pizza krém miatt nem olyan száraz, mint az előző. Top 1 eddig a kettőből. Na Hawaii, az csak így kicsit odaégett benne valami. Hullik belőle a szén. Van egy kis korom. Hát lássuk. Hát, nyissuk inkább. Aha, egy ananász kocka. Azt hittem, hogy a szósz ananászos benne, de akkor vannak benne ananász kockák is. Pizzaszósz. Ebben a sajtosban biztos nem volt pizzaszósz? Hát én egyáltalán nem látok. Ebben tényleg csak sajt volt. Ez a legjobban nem megérős. De ugye ebbe is sokkal kevesebb a cucc. Nem is túl látványos ez így mutogatni. Van a csirke, sajtszósz, vagy olvasztott sajt, nem tudom. Mindegy, van sajt, pizzakrém és ananász kockák. Az előzőben volt még rukkola is. Sajtosnál fixen jobb, de még ide remélek, hogy lesznek ennél jobbak. Diavola érkezik. Ugye a diavola is tulajdonképpen egy olasz szalámi. Látok egy kis paradicsom kockát, remélem az benne van és nem csak eltévedt. Az a különbség a diavola meg az olasz szalámis között, hogy ugyanazt a kolbászt belerakják, kolbászkarikákat, szalámi karikákat, csak az egyikbe paradicsomot raknak mellé, másikba rukkolát. Jó, bocs, akkor a diavola csípős. Hú, ez de érdekes. Berakta csípős szószt? A diavola nem szokott ennyire csípni. Legalább annyira csíp, mint egy jalapeño. Itt valami szósz lesz, ami csíp. Innom is kell rá egy kis milkshake-et. Itt amúgy árulhatnának moziba. Jó, ez a popcorn ízű milkshake. Őszintén ide várom a második helyre a Texast, vagy legelső helyre. Jelenleg másodiknak a diavolát. Nem is látjátok, bocs. Texas! Na, én erre azt hittem a kép alapján először, hogy babos. De nem babos, ebben barbecue szósz van, meg kukorica. Vajon a barbecue szósz mellett van még pizza krém is. A bacon nem mondtam. Van benne bacon. Bontsuk ki, mindenkit szétbontottunk. Hát, ha kifelejtek belőle valami összetevőt. Két bacon, kukorica, két csirke, csík, barbecue szósz. Ja, nincs benne pizza krém, elég a barbecue szósz. Jó, ez finom. Pizzás twister kategórián belül olyan nyert, amint egyáltalán nem pizzás. Szóval az olasz szalámis és a Texast, azt mondom, érdemes lehet megkóstolni, ha nincs a közelben más csirkéző, például egy crunchy, mondjuk Budapesten, mert a crunchy ugyanezért a pénzért, azon felül, hogy majdnem kétszer ennyit ad, grammra. Ugye friss zöldségek vannak benne, többféle szósz. Szóval, hogyha nem láttátok esetleg még a Crunchyról készült videót, a Crunchy történetét, akkor azt itt meg tudjátok nézni az i betűre kattintva. Hát nem tudom, összességében amúgy a KFC-nél csomószor csalódok, de most ez a popcornos shake, ez egy pozitív csalódás volt. Bubblegumot azt elengedem. Itt látható twisterek pedig készítek arra, hogy nem érik meg az árukat. Van, ami még nem is finom, főleg ez a száraz fos, a négy sajtos. Texas és az olasz. Ha véletlenül tényleg csak KFC van a közelben, és már bent vagytok, és már kérdezi a eladó, hogy mit adhatok, akkor ezt a kettőt mondhatjátok. A többi az kifejezetten kellemetlen. Szerény véleményem szerint. Na jó, hát ennyi is lenne ez a videó. Ezek voltak most a elmúlt, nem tudom, egy hónapban az újdonságok a KFC-ben. Találkozunk egy legközelebb videóban, remélem, hogy tetszett nektek. Lájkoljátok ezt a videót és iratkozzatok fel. És popcornos milkshake. Sziasztok!